Hogyan történik egy bárfotózás után a képválogatás, és hogy kiválogatja ki az elkészült képeket? Ez egy szuper jó kérdés. Nos, én alapvetően úgy gondolom, hogy közösen érdemes válogatni, de nagyon sokan vannak, akik rám szokták bízni. Mivel hozzám általában messziről is szoktak érkezni, illetve én is messzebbről vagyok, mint a stúdió. Én orosházi vagyok, és nagyon sokszor 60 kilométereket utazok Szegedre, tehát nehéz összehozni azt, hogy személyesen találkozunk. Ha valaki orosházi, akkor tök jól megoldjuk, beülünk egy kávéházba, és gyorsan, hát max. Egy óra hossza alatt ki szoktuk tudni válogatni, úgyhogy még egy kis csevegés is belefér. Illetve akik messzebb vannak, azokkal pedig azt szoktuk csinálni, hogy egy online képernyő megosztással közösen leülünk, az is szintén általában egy óra, de van, aki még sokkal gyorsabban is végez, mivel olyankor nem foglalja el a figyelmünket semmi más. Tehát akkor is általában képernyő megosztást választjuk, és meg tudom mutatni számítógépen azt, hogy mi az, ami az én képernyőmön van, meg tudom mutatni azt, hogy hogy néz ki megvágva akár egy kép, hogyha valami részlet zavarja, és így gyorsan, közösen át tudjuk beszélni, hogy mi a jó, mi a nem jó, hogy néznek ki egymás mellett, hogy lesz szép és teljes egész egy sorozat.